Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Nagy szeretettel üdvözöllek benneteket, kedves gyermekek! A téma a bűnös nő. Mert mindenkinek vannak bűnei, de ezektől a bűnöktől meg lehet szabadulni, ha Jézushoz megyünk. Egy nénit cibáltak nagy szakállas bácsik a piacon keresztül, és a néni pedig nem akart menni, húzatta magát. Egy öreg bácsi pedig kiabált, fölemelte a kezét és fenyegetőzött, hogy micsoda egy asszony ez, jó lesz, hogyha a törvényelét cipeljük, és mindenki megtudja, hogy milyen bűnös. Ez a bűnös asszony rossz példa a családoknak, rossz példa a gyerekeknek, rossz példa mindenkinek. Jó lesz, hogyha megkövezzük, és lehajolt, és fölvett egy hatalmas követ, és azt is fölemelte, és megmutatta az asszonynak, hogy majd abban fogja őt megkövezni. Szegény asszony nagyon félt. Végül is aztán ebben a nagy cirkuszban a piac térre vonták, és ott állt egy nagyon kedves ember, aki elé ráncigálták. Tudjátok, ki volt ez a nagyon kedves valaki? Úgy hívták, hogy Jézus. Jézus nagyon nagy tanító hírébe állt az egész városba, és sokan szerették és hallgatták a beszédét, mert mindig Isten országáról, a mennyei atyáról beszélt. A farizeusok pedig nem szerették az Úr Jézus Krisztust. Nem mindenki nem szerette, de voltak, akik nem szerették, akik úgy gondolták, hogy ők okosabbak, mint Jézus, és hogy ők jobban tudják, hogy mit kell csinálni, mint az Úr Jézus, mert ez a Jézus a bűnösöket maga köré gyűjtötte, és akik Jézussal beszéltek, bűnösök, azoknak megváltozott az életük. A vámszedők mindig a pénzzel voltak elfoglalva, és mindig több pénzt kértek, mint ami járt volna, és a zsebükbe dugdosták, amivel többet kértek, úgyhogy elállt a zsebük a sok pénztől. Csúnyán beszéltek, erőszakosak voltak, és Jézus ezeknek is megbocsájtott. A farizeusoknak nem tetszett. Ők különnek tartották magukat Jézusnál, és úgy gondolták, hogy ők mindent jobban tudnak. És Jézus elé állították ezt az asszonyt. Jézus pedig nem szólt semmit, nem állt oda veszekedni, nem mondta, hogy kinek van igaza, nem ment bele a partalan vitákba. Ugye ti szoktátok védeni a magatok igazát? Kiabáltok olyankor? Hazudoztok? Kitaláltok történeteket? Mert ugye mindenfélét gondol az ember, csak hogy mentse magát, amikor számon kérik. Ez az asszony nem szólt semmit, de Jézus se. Jézus elkezdett a porba írni. És a farizeusok és az írástudók, ezek a kemény szívű emberek, Jézusnak azt mondták, hogy mondjad már meg, hogy mit kell tenni ezzel az asszonnyal, mert a mi legnagyobb prófétánk, Mózes, aki a törvényt írta a három halálos bűnért, azt mondta, hogy meg lehet kövezni az embereket, és meg is kell, hogy a rossz kiirtassék közülünk. Hát a három halálos bűn közül a paráznaság az egyik,
Már pedig ezt az asszonyt benne találtuk egy másik férfi ágyába. Hát ez azért nagyon csúnya dolog. Jézus pedig tovább írt a porba. Vajon miért? Mert Jézus nem megy bele a vitákba. Ő tanítani akarta a farizeusokat is, akiknek sok bűnük volt, csak nem volt látható, hogy miért nem. Mert úgy csinálták, hogy ne tudjon róla senki, de Isten tudja, amit az ember elkövet. A jót is tudja, meg az Úr a rosszat is tudja. Jézus mindenkiről, erről a nagyszakálú bácsiról is, akinek a kezébe ott volt a kő, hogy megkövezi az asszony, pontosan tudta, hogy ugyanolyan tisztátalan, mocskos, csak olyankor csinálja, amikor senki se veszi észre. Olyan indulatok voltak ott ezekbe a férfiakba, a bácsikba, hogy már mindenkinek a kezébe kő volt, és már vicsorogtak, és úgy behergelték magukat, hogy majdnem eldobták a követ. De Jézus szó nélkül továbbra is írt a porba, és ebből a lehajlásával Jézus közölte a farizeusokkal, hogy ő mit gondol. Jézus nem vitatkozott, nem beszél csúnyán, nem szitta össze se az asszonyt, se a férfiakat. Mert Jézus csendben szól az emberhez. Aztán, amikor nagyon erőltették az Úr Jézust, hogy mondja már, akkor fölegyenesedett, és ennyit mondott. Az vesse el a követ először, aki nem bűnös. A farizeusok elcsendesedtek, már nem ordibáltak, nem mondták a vádlásaikat, hanem elcsendesedtek. Jézus újra lehajolt és írt újra a porba, és ahogyan írt Jézus a porba, hallani lehetett, hogy a kő egyik másik farizeus bácsi kezéből kiesik, és koppan a földön. Tudjátok, hogy a kövek nagyot koppannak, és aki kiejtette a kezéből a követ, képzeljétek el, hogy a szépen, csendbe eloldalgott onnan ebből a körből, mert a szívében valami nagyon vádolta, eszébe jutott, hogy ő is mit csinált, eszébe jutott, hogy kacérkodott vele egy hölgy, és ő nem tudott ellenállni. A másik is elejtette a követ, és szépen hátrálva, kihátrált a körből, mert eszébe jutott, hogy odahaza van a szomszédból elterelt birkája, amit ő ellopott, mert bosszút akart állni a szomszéd asszonyon, és hogy ő milyen bűnös is, hogy nincsen joga ezt az asszonyt vádolni. Képzeljétek el, az összes kő kiesett az emberek kezéből. Jézus pedig türelmesen írt a porba, mindaddig, amíg az utolsó férfi ember is
eloldalgott onnan, a szívébe érezte, mindegyik, egytől egyik, hogy bűnös, és hogy kegyelemre szorult bűnös, ott hangzott a szívükbe Isten igéje, ismeritek? Ne ítélj, hogy ne ítéltess. Mert amilyen ítéletet mondunk a másikra, mi is olyannal fogunk megítéltetni. Jézus csodálatosan rávezette ezeket a kemény szívű bácsikat arra, hogy nem ők a legkülönbek, nem ők a legjobbak, hanem bűnös emberek, akiknek szüksége van az Úr Jézus szeretetére, bűnbocsájtó kegyelmére. És akkor Jézus az asszony felé fordult, már senki nem volt ott, csak Jézus és ez a megcibált bűnös asszony. Jézus azt kérdezte, hol vannak ezek a te vádlóid? Hát nincs itt senki. Nagy szeretettel beszélt az asszonnyal, és azt mondta, hogy eredj el, és többé ne vétkezzél. Jézus feloldozta az asszonyt a bűneinek a terhe, vádlása alól, megbocsájtott neki, és képzeljétek el, hogy megáldotta az Úr Jézus Krisztus ezt az asszony. És ez az asszony nem vétkezett többé, mert Jézusnak adta át a szívét, lelkét, és a fizikai életében is Jézus Krisztus szolgálatába állt. Az emberek többet nem vetették a bűneit a szemére, mert nem is vethették, mert akinek egyszer az Úr Jézus Krisztus megbocsájtott, akinek az Úr Jézus új életet adott, azt nem lehet vádolni. Tudjátok, a gonosz munkája a vádlás, Isten munkája pedig a megbocsájtás és az új élet. Én merem remélni, hogy ezek a bácsik is eljutottak az Úr Jézus kegyelméig, biztos sok tanítást hallottak még az Úr Jézustól, és ők is új életet tudtak kezdeni, hogy ne ítéljenek, hanem szeressenek, hogy a világ megváltozzon.